Jó döntést hoztunk eddig, nyilatkozta Orbán Viktor az új bizottsági elnökkel való találkozója után. A miniszterelnök szerint érdemes volt távol tartani az ideológiai gerillákat az elnöki poszttól. Ursula von der Leyen a találkozóval kapcsolatban annyit hozott nyilvánosságra, hogy a praktikus kérdések mellett érintették a jogállamiság témáját is. A stúdióban Donát Anna és Őrsi Mátyás. Jó estét kívánok, így van, Donát Annával és Őrsi Mátyással fogunk beszélgetni egy találkozóról, amiről nem sokat tudunk. Tudunk egyrészt Orbán Viktor interjújából, amit az MT-nek adott, meg tudunk egy Twitter bejegyzésből a bizottsági elnöktől, és a hangsúlyok azok nem kicsit tolódtak el. Tegnap a Naphírében úgy fogalmazott Horváth Zoltán, hogy Ursula von der Leyen egy fehér lap, amit majd most ír, ő maga is tele, meg az elvárások tele. Ez igaz? Hogy most egyelőre még nem tudjuk, hogy ő pontosan mit akar? Vagy ezért azért így túlzás? Ezért egy az egyben nem mondanám, hogy nem tudjuk, hogy mit akar. Az biztos, hogy neki most ügyesebben kell politizálnia, mint mondjuk korábban bárkinek, ugyanis nem elég a két nagy frakciót meggyőzni, hogy támogassák őt, hanem most itt legalább négy a zöldek, a liberális demokraták, a szociáldemokraták és a néppárt felé kell gesztusokat gyakorolnia, és ezért tűnhet úgy, hogy ide is, meg oda is ígérget, de azért a megválasztás előtti beszédben komoly vállalásokat is tett, és nagyon-nagyon meglepően pont zöld irányba, klímavédelmi szempontokat figyelembe véve, illetve szociális témákba tett nagyon-nagyon konkrét állításokat, ígéreteket. Jogállamisági témában egy értékkielése volt, konkrétumokat nem említett. Nekem például az mindig az egyik legnagyobb kritikám felé, hogy én szeretném látni azokat a vörös vonalakat, amiket Weber nem tudott meghúzni. De nem jelenti azt, hogy ne lenne meg egy irány, amit amúgy ő következetesen követ. Az biztos, hogy egyre inkább, ahogy az idő telt, ahogy őt megismertük, egyre több konkrétum hangzott el, még mindig nem elég a konkrétumokból szerintem. Reméljük, hogy a munkássága megmutatja, hogy amikről eddig beszélt, azt komolyan is gondolta. Engem ez a válasz kielégít. Ez egy szellemes újságírói formula, ez a fehér lap, de hát senki sem fehér lap. Mindenkinek van egy múltja, van egy meggyőződése, amelyet nem, ott sem lehet, mert sokat megnyilvánult az Európai Unióról való missziójáról, hogy hogyan látja az Európai Uniót. Ahogy hallottuk, beszélt az Európai Parlament előtt, tett ígéreteket, néha lehetett volna keményebb, és van egy realitás természetesen, azért neki a tagállamok, állam és kormányfővel kell együtt dolgoznia, amely nyilván, hát vannak Orbán Viktorok és vannak hozzá hasonlók, akik nyilván ebben vissza fogják fogni, de van még egy szempont, az Európa jövője. Hát van itt egy hihetetlen globális verseny, amelyben Európa, hogyha nem tud egységesen föllépni és erősen föllépni, akkor le fog maradni. Ez senkinek nem érdekel, neki sem, és a tagállamoknak sem. Tehát egy most a Demokratikus Koalíció Európa Egyesült Államokról beszél, most nyilván ebbe az irányba, hát mindenki, aki az Európa sikerét akarja, ebbe az irányba fogja tolni az Európai Unió szekerét, aztán milyen sikereket tud elérni, valóban ezt majd meglátjuk, komoly küzdelmeknek kell elébe néznie. Azt már látjuk, találkozott Orbán Viktorral, ez a találkozó nem lehetett sikeres, amit csak onnan lehet tudni, hát azért most lássuk be, a politikusok is sikerre vágynak, hogyha van egy jó találkozó, kiállnak a sajtó elé, és elmondják, hogy miben sikerült megállapodni, úgy, mint egy nappal Orbán után találkozott az olasz miniszterelnökkel, és kiálltak a sajtó elé. Orbánnal nem álltak ki. Orbán egymaga interpretálta ezt a találkozót, kihagyott belőle olyan dolgokat, amelyeket von der Leyen fontosnak tartott. A jogállamiság kérdés. Hát most a jogállamiságról van szó, ami hát egy alapvető fontosságú egy kultúrált országban. Hát azt gondolom, hogy komoly konfliktusok is lesznek a két vezető között. Ha már itt a DK-t említette, csiripelik a verebek, és kíváncsi vagyok, hogy megerősíti-e, hogy ön egy fontos tanácsadó lesz majd a DK-s új EP képviselő Dobrev Klára mellett? Sose szerettem a verebeket, komolyan mondom. De ettől még... Mi a baj a verebekkel? Az, hogy csipognak össze-vissza. Nem, ez igaz, valóban Dobrev Klára, a lelnök asszony mellett kaptam egy tanácsadói szerepet, és ameddig az alelnöki posztot betölti, addig egy kis Brüsszelben fog dolgozni az Európai Egyesült Államok segítése érdekében. Tehát ha én jól látom, azért most olyan nagyon nagy különbség az ellenzéki pártok uniós munkájában nincsen, nem? Tehát, hogy a hangsúlyok gyakorlatilag majdhogy nem ugyanott vannak. Jogállamiság, kifizetések ehhez kötése, nagyobb figyelem Magyarországra, ezt akarják elérni, akár a DK, akár a Momentum, akár az MSZP és Újhelyi István. Aki az európai parlamenti kampány
vitáit végigkövette, annak azért egészen egyértelmű volt, vagy a programjainkat olvasta, hogy nagyon nagy, főleg értékbeli különbségek nincsenek, hangsúly különbségek vannak, hogy kinek mi a fontosabb, melyek azok a szakterületek, amikre igazán változást szeretne elérni, és melyek azok, amik utána a második, harmadik, negyedik. Itt volt esetleg vita a pártok között, és azt gondolom, hogy ez jó is, mert egy picit más világnézettel, más mentalitással képzeljük a dolgokat. Az, hogy ilyen alapdolgokba, hogy egy erősebb, integratívabb Európát szeretnénk, ez egy minimum alapkő. Minden különbség ezután kell, hogy kezdődjön. És ez az, amit van der Leyen is legelején nagyon-nagyon erősen meghúzott. Megmutatta már a bemutatkozásakor is, hogy ő egy olyan német származású képviselő, politikus, aki Brüsszelben született, három anyanyelve van, folyamatosan a beszédébe váltogatja a nyelveket, mutatva, hogy ez Európa, és ő ezért akar kiállni. Számomra ugye a legmeglepőbb az orbáni beszámolóból, hogy mennyire nagyon egyetértettek, amikor arra utal, hogy hát a családvédelem meg családpolitikában is teljesen egyetértenek. Hát én olyan örömmel ugrottam fel a székbe, hogy na végre Orbán Viktornak helyreállt az esze, mert ez azt jelenti, hogy a női egyenjogúságban is hisz, meg azt jelenti, hogy a nők politikai szerepvállalását is támogatni fogja, úgyis ezek mellett is letette a mondjuk ehhez a képest szavát. Ugye női biztos nem sikerült küldeni. Nem, de hát nagyon, én amúgy nagyon remélem egy utolsó szó az előzőhöz, mert ami még fontosabb lenne, van der Leyen azt mondta, hogy ki fogja verni az Európai Bizottság, vagy az EU-ból, hogy csatlakozzunk az isztambuli egyezményhez. Én nagyon várom azt, amikor Orbán Viktor fotózkodik újra Ursula von der Leyennel, és azt mondja, hogy Magyarország csatlakozott az isztambuli egyezményhez. Ez egy hatalmas lépés lenne. Egyetértek, most mit csináljak? Én tudom, hogy a magyar lakossága ott van szokva, hogy nem érd, mert a pártoknak érdekik, hogy mutassák a különbséget, és egyetértettem minden szóval. És szerintem ez nem baj, ez egy jó dolog. Ahogy Anna helyesen mondta, azért különbségek mindig vannak. A fővonalakban itt egyetértés van, és az a meggyőződésünk, azt hiszem közösen, hogy Magyarország felemelkedését és jövőjét egy ilyen politika szolgálja. Miben lesz mérhető mondjuk egy-két év után ennek az új uniós vezetésnek a sikere, a Magyarországhoz való viszonya? Mert ugye új költségvetési ciklus jön, nyilván ez egy kulcs momentuma lesz a következő időszaknak, meg a tárgyalásoknak, és ugye ilyenkor mindig felmerül, hogy a kormány azért küzd, hogy ne kapjunk kevesebb pénzt, az ellenzék meg azért küzd, hogy nyilván ne kapjunk kevesebb pénzt, de azt kössék bizonyos feltételekhez, és akkor innentől jön a hazaáruló típusú mantra. Itt ebben mi lenne a cél az ellenzéki szempontból? Ha erre én kezdhetem a választ, most a pénzről van szó, kapja Magyarország sok pénzt, sőt, még több pénzt kapjon, még annál is többet kapjon, de ezt a pénzt ne adják oda feltétel nélkül Orbán Viktornak. Jelenleg a pénzt nem Magyarország kapja, hanem Orbán Viktor és az ő kormánya kapja. De hát és őt választották meg kétharmaddal. Én ezt tudomásul veszem. Hát adják az önkormányzatoknak, adják a civileknek, jutassák el azokhoz a célokhoz, a felhasználókhoz, ahol ezek hasznosulnak. Azért, hát a beszélgetés előtt volt egy informálisról, beszéltünk egy Eurostat jelentésről, ahol hát kiderült, hogy Magyarország hát csapnivalóan áll az európai pénzek felhasználásában. Miért? Azért, mert a kormánynak teljesen szabad keze van abban, hogy hogyan herdálja el a milliárdokat, amelyek Magyarországon. Ugye az egyben nem lehet kiváltani azzal, hogy civilek önkormányzatok, egy teljes kormányzati struktúrát. Nem. Szóval van egy probléma, hogy a lisszaboni szerződés szerint nem lehet az országok között különbséget tenni a tekintetben, hogy jogállami normáknak hogyan felelnek meg. Ugyanakkor szerintem a finanszírozásnak a módja az átalakítható legyen, először is ellenőrizhető legyen. Én azt gondolom, hogy csak olyan országnak szabadna adni jelentős pénzeket, amelyek az Európai Ügyészséghez csatlakoznak, annak érdekében, hogyha visszaélés történik, akkor azt valaki nyomozza ki rendesen, és számoljon be a Magyarország politikai közösségének erről, ne pedig az legyen, mint most. Tehát számos olyan feltételt lehetne szabni, amelyek úgy gondolom, hogy Magyarországnak jobb lenne, nem az Orbán kormánynak, de Magyarországnak jobb lenne. Igen, ezt akartam az előbb én is hozzátenni, hogy még akkor is, hogyha az új jogállamisági mechanizmusokat nem tudják bevezetni, ennél egyszerűbb lépés, mint hogy azt mondják, hogy jó, akkor az Európai Ügyészséghez való csatlakozás a feltétele. Ugyanis, hogyha a kormánynak, a mindenkori magyar kormánynak nincs félnivalója, akkor miért nem akar csatlakozni? Tehát önmagában ez nem lehet válasz, hogy a demokratikusan megválasztott kormányunk miért nem bízunk benne, azért nem bízunk benne, mert nem adják meg a bizalomra az okot. Miért nem hajlandóak az Európai Ügyészségről még csak beszélni sem, társadalmi vitát sem kezdeményezni, nem hogy csatlakozni. Csak egy zárójeles megjegyzés, hogy hát az Európa Tanácsnak van egy Gréco nevű intézménye, ez a
Group of States Against Corruption, tehát egy korrupció elleni államok csoportja, ez Magyarországról számos jelentést készített. Jó indulatú javaslatokat tett arról, hogy hol vannak a hiányosságok a pártfinanszírozásban, a politikusoknak az elszámolhatósága, a többi, és hogy ezeket hogy lehetne javítani. És a kormány ahhoz nem járult hozzá, hogy ezt a magyar emberek megismerjék, hogy milyen javaslatokat. Most egyébként tegnap megismertük, igen, és de hát azért, semmi újat nem olvastunk benne, most őszintén, nem? De azért az nem mindegy ám, hogy eddig azt mondták, hogy ez a milyen szoclip szokták mondani, vagy egy negatív jelző, hogy ezt elintézték, hogy honnan jönnek a kritikák. Ez egy olyan nemzetközi szervezet, amely politikailag elfoglalatlan mindenkivel szemben, aki az Egyesült Államokat, Franciaországot is megbírálja, egyébként meg is teszi, most Magyarországnak tesz javaslatokat szakértői szinten. Nem mondhatják, hogy ezt lesöpröm az asztalról, hogyha Magyarországon egy kormány csökkenteni akarja a korrupciót, akkor ezt elolvassa, az ország elétálja, kedves honfitársaim, ezek a beszéljük meg, hogy lehetne a legjobb intézkedéseket hozni a korrupciót. Mit csinál az Orbán kormány? Azt mondja, hogy jaj, hát nehogy megismerjék már a magyarok ezt a jelentést. Meg ugye azt is mondja, hogy két érve szokott ilyenkor lenni, hogy a korrupció az azért nem lehet akkora, amennyit mondanak rá, mert hogy a gazdaság jól teljesít, illetve hogy az állami vagyon pedig nő. És egyébként a Gréco jelentésre az volt a válasz, hogy kettős mérce. Jó, hát... Tehát, hogy én értem, hogy fontos, hogy ez nyilvánosságra kerüljön, de a kormányt ezek a jelentések nem szóval szokták nagyon befolyásolni. Ez igaz, de a magyar lakosságot befolyásolhatják. A kormány mindenre azt mondja, hogy kettős mérce. Orbán Viktor mindig erre hivatkozik, és szeretném emlékeztetni saját magunkat arra, hogy mit mondott Orbán Viktor az amerikai nagykövetnek, azt, hogy ne figyeljenek oda, hogy mit mondok. Ezt mondta ő maga. Tehát amikor kiáll von der Leyen-le való megbeszélésről, és azt mondja, hogy teljes egyetértés van, ne higgyék le, amit mond, ezt ő maga mondta saját magáról, figyeljenek oda, hogy mit mondott a másik fél is, és annak jegyében próbálják összetenni azt, hogy Orbán Viktor mit füllentett össze-vissza. Ez a találkozó Orbán Viktor szempontjából kudarcos volt. Lehet, hogy ez Magyarországnak jó volt, neki kudarcos volt, mert ha nem így lett volna, akkor kiállt volna a biztos jelölttel, és közös sajtótájékoztatón dicsérik egymást. Azt gondolom, ezek a jelentések, amúgy elsősorban természetesen teljesen mindegy, hogy mit mond Orbán Viktor, mert párhuzamos valóságokban élünk, tehát az, hogy ő milyen narratívát tálal, az a társadalom egyik felének szól, a másik fele szerintem örömmel olvasna bármilyen jelentést, de ezek a jelentések alapvetően amúgy arra kellenek, hogy egy picit komplexebben bemutassuk, mi is történik itt Magyarországon. Megdöbbentő, hogy Magyarország most már mindennapi téma, akár az Európai Unióban is, viszont a felszínt kapargatják. Igazán mélyen nem értik, hogy miről van szó, amikor azt mondjuk, hogy hibrid rezsim. Érthetetlen, mert hogy a skálának a két végébe gondolkodnak legtöbbször. És mindig akkor jön elő a magyar kártya, amikor nemzetközi politikai szintéren érdekükben áll a többieknek, hogy a magyar helyzettel foglalkozzanak. És azt gondolom, hogy az összes ilyen jelentés arra kell, hogy felnyíljon a világ másik szeme, és hogy különböző diplomáciai nyomásgyakorlások révén azért tudnak kormányokat kordában tartani. Ez nem azt jelenti, hogy mások fogják megoldani helyettünk, hogy mi történik itthon Magyarországon. Nem kormányt váltani nekünk kell új alternatívát felépíteni. Az viszont biztos, hogy nemzetközi diplomáciai nyomás az nagyon sokszor célra tud vezetni. Igen, de még mindig van annyi szövetséges a Orbán Viktornak, sőt, hát bizonyos szempontból lehet, hogy a szélső jobb oldalon egyre több is van, akik meg tudják akadályozni, mondjuk azt, hogy úgy csoportosítják át az uniós forrásokat, hogy önkormányzatokhoz, civilekhez jusson, vagy jogállamisághoz kössék, nem? Nagyon fontos dolgot teszik mondani, ugyanis Orbán Viktornak fogynak a szövetségesei. És amikor Orbán Viktor korábban az elmúlt évek tapasztalatával ennyire barátságosan tárgyal von der Leyennel, vagy legalábbis kifelé a szövegei barátságosak. Mit mond ez nekünk? Ez az ember úgy teper vissza négy kézláb az EPP-be, ahogy csak bír, mert úgy érzi, hogy ez minden gesztus megtesz, hogy visszavegyék majd ősszel. Egyébként szerintem biztos fogják venni. Hát de hát akkor mégiscsak ott vannak azok a szövetségesek. De azt mondom, hogy iszonyúan kell érte küzdenie, mert el is vesztheti őket, és akkor magára marad. És lehetett látni mondjuk Lengyelország esetében, amelynek nincsenek politikai szövetségesei, mert nincs benne egyik jelentős csoportban sem, vele szemben sokkal több eljárás indult meg, mint Magyarországgal szemben, de vagy a kormánnyal szemben, tehát számára
komoly fenyegetést jelent, hogy nagyon fogynak a szövetségesei, és ezért vág ilyen szép arcot ezekhez a tárgyalásokhoz, és úgy tesz, mintha Fordain Lyon az ő jelöltje volna, pedig hát egy csodát az. Tehát ez ennek az oka, meggyőződésem szerint, és ha még egy dolgot hozzátehetek, szólj, ha nem, mert nyugodtan. Tehát Orbán Viktor abban indul ki, hogy mindenki olyan, mint ő. Orbán Viktor pedig bosszúálló. Ugye ő nem támogatta Junckert, és ő azt gondolta, hogy Junckerrel neki azért nem volt jó a kapcsolata, mert Juncker bosszút áll rajta azért, mert őt nem támogatta. Ez egy hülyeség, jelentem, mert Junckernek ezzel semmi bele nem volt, de ő magából indul ki, és most megpróbál jó arcot vágni Fordain Lyonnel szemben, azért, mert azt gondolja, hogy akkor vele szemben nem fog bosszút állni. Ez egy nagyon színvonaltalan gondolkodás, de meggyőzésem szerint Orbán Viktor ezt tűzi, egyébként ezt igen magas szinten sajnos. És ne felejtsük el, hogy azért valahol mégiscsak számára bukás volt az európai parlamenti választás, és egy dolgot nem ért el, nem sikerült az EU szétverőinek az erejét megnöveszteni, sőt, gyakorlatilag ezt a választást az erősebb integrációba hívők nyerték meg. Innentől kezdve nem tehet mást, mint hogy újabb szövetségeseket keres, vagy a szövetségeseit megerősíti, mert hogyha nagyon sokat ugrál a néppárton belül, akkor kiszorul a frakciójából, és azért lehet látni az EP-ben, hogy mi történik azokkal, akik frakción kívül ülnek, súlytalanná válnak az. Mondjuk azért, hogyha hazai szintéről nézzük, sokan szeretnének ilyen bukást, amilyen volt a Fideszé az EP választáson, de értem ezt a megközelítést. De európai politikai szintekről beszélünk, nem a magyar. Anna egy nagyon fontos dolgot említett meg, mert mindenki azt gondolta, hogy Orbán Viktor európai szinten is nyerő lesz, és erre mentek a spekulációk. Óriási bukó, már mindig vérzik az orra akkorát bukott. Magyarországon is be fog következni, és egyetértek Annával. Ezt nem fogja az Európai Unió elintézni, az EBSZ elintézni, senki, ezt nekünk kell intézni. De ehhez ezek a tényleg szakmailag elkészített anyagok, amelyekből a magyar lakosságnak úgy lassan felnyílhat a szeme, szerintem ezek szükségesek, és meg fogják hozni a sikert. Úgy fog Orbán Viktor nem Európa, Magyarországról elszökni, hogy öröm lesz nézni. Köszönöm szépen. Köszönjük. Köszönjük a meg.